első díjat nyertek a kolozsvári BBTE közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatos diákjai egy nemzetközi esettanulmányversenyen. A döntő Mexikóban zajlott. Nemzetközi versenyen mérték össze tudásukat a BBTE közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatos diákjai Mexikóban. A vetélkedőn első helyezést értek el. Szász Levente felkészítő tanár elmondta, nagyon erős volt a mezőny, amerikai, nyugat-európai és ázsiai egyetemek is részt vettek. Ez egy hosszú verseny, ez egy egyhetes kemény munkát feltételez a diákok részéről, sőt már a versenyre előzetesen is kellett készülni, egy egyhetes esettanulmány megoldásával és mexikói helyszíni bemutatásával, vállalati szakemberekből alkotott zsűri előtt, a második forduló az pedig egy 24 órás esetoldásból épült fel. Hozzátette, a döntőbe a kolozsvári csapaton kívül egy kanadai és egy mexikói egyetem csapata jutott be. A BBTE történetében ez az első alkalom, hogy alapképzéses hallgatók nyertek világszintű versenyt. Nagyon örültem annak, hogy amellett, hogy szakmailag és akadémiailag fejlődhettünk, lehetőség nyújt arra, hogy megtanuljuk a kultúrájukat, hogy különös mexikói esteken vegyünk részt, és számomra egy hatalmas élmény volt az, hogy amellett, hogy keményen küzdöttünk egy héten keresztül, betekintést nyerhettünk abba, hogy mit is jelent egy igazi mexikói hét. Az esettanulmányok elsősorban a szervezetfejlesztésre koncentráltak. Az egyhetes fordulóban fogászati kellékeket forgalmazó cég projektjén dolgoztak, az egynaposban pedig divatiparban tevékenykedő vállalatáén.